Szinte minden fontos, a szociális területet érintő változást a tavalyi év utolsó parlamenti ülésén elfogadtak. A törvénymódosító csomagban a gyermekvédelmi törvény szigorodása mellett a hajléktalan ellátásra és a családok átmeneti otthonának működtetésére vonatkozóan is van szabályozásváltozás. Laborci Géza vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Erről a törvénymódosító csomagról is beszélgetünk hamarosan. Néhány szót azért szóljunk arról, hogy az elmúlt napok zord időjárása miatt készelétbe kellett helyezni a hajléktalan ellátást. Hogyan oldották meg ezt a helyzetet, hogyan segítettek a rászorulókon? Igen, hát rendkívüli az időjárás, bár ez a mi ellátó rendszerünknek azt gondolom, hogy egy rutin, kötelező rutin gyakorlat, és hála Istennek a munkatársak jól elvégezték a feladatot. Ez azt jelenti, hogy a rászorulók a nappali melegedőben, a népkonyhában és az éjjeli menedékhelyen megkapják azt a többletszolgáltatást, ami ahhoz szükséges, hogy ők ezt a zord időt jól tudják átvészelni. Én azt gondolom, hogy vannak, ami akármilyen furcsa, de arról, hogy a mi ellátó rendszerünk alatt élő emberek sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. Éppen erről is szóltak a hírek, hogy nem csak a hajléktalanok vették igénybe az önök ellátó rendszerét, a melegételt, a fűtött helyiséget, hanem azok is, akik mondjuk nem rendelkeztek fűtőanyaggal, tűzifával otthonukban, és elmentek a melegedő helyekre. Hát így van, illetve azok az idősek, öregek, akik egyedül vannak, és egyedül maradnak, és nagyon-nagyon nagy szegénységben élnek, és ha ő rájuk nem néz senki, akkor ők sokkal kiszolgáltatottabbak. A mi klienseink azok mégiscsak a mi munkatársainknak a védelme alatt vannak, a nappali melegedőből átmennek az éjjeli menedékhelyre, folyamatosan melegben vannak, megkapják a napi egy tál ételt, este vacsorát, tehát azért kapnak egyfajta jó szolgáltatást. Aki teljesen egyedül marad egy lakásba, fűtőanyag nélkül egyedül, az sokkal-sokkal több kockázatot jelent. Egyrészt a hajléktalanoknak változik a számuk, a létszámuk, az arányuk, másrészt pedig nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy mennyien kerülnek be az önök ellátórendszerében. Mit mondana most? Milyen létszámmal működtették az intézményrendszerüket az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben? Hát a nappali melegedőn, illetve a népkonyhán lehet ezt lemérni, a népkonyhán napi 150-180 adag ebédet osztunk ki ilyenkor is. A nappali melegedőt szolgáltatásait azt ilyen 130-150-en veszik igénybe, az éjjeli menedékhely a 120-130 fővel működik. De ilyenkor nincs korlát, tehát ilyenkor bárki jön, mindenkit fogadunk természetes, mert életmentésről van szó. Milyen többletköltségeket vagy többletköltséget jelent egy ilyen krízis időszak az önök szervezetének, illetve érdekes kérdés az is, hogy felajánlásokat ilyenkor kapnak-e? A többletköltségeinket azt a költségvetés utólag korrekcióval állja korrektül, illetve előzetesen lehet pályázni, tehát például az éjjeli menedékhelyen ilyenkor forró teával, zsíros kenyérrel és étellel tudjuk az ellátottainkon segíteni, ez már előre, függetlenül a mínuszoktól ez egy normál program. Az is egy normál program, hogy a betegek, akik nem nagyon tudnak, azok ott maradhatnak az éjjeli menedékhelyen egyfajta ilyen lábadozó szolgáltatásban, hogy ne az utcán ne súlyosbodjon az állapotuk, és természetesen ruhanemüket, ételfelajánlást folyamatosan kapunk, ami nagyon pontosan jelzi, hogy nem vagyunk egyedül ebben a helyzetben. Igazgatóra elkészül. Nézzük meg ezt a törvény módosító csomagot. Ez egy saláta törvény, nagyon sok minden szerepelt benne, és a családok átmeneti otthonára vonatkozóan, az átmeneti szállókra vonatkozóan is lesznek, ha nem is ettől az évtől, hanem a következő évtől jogszabályváltozások, módosítások. Mi az, ami önöket érinteni fogja elsősorban? Hát, ami most bennünket idén érint, az az átmeneti szállókra vonatkozó úgynevezett külső férőhely biztosítása, és a családok átmeneti otthonánál majd a következő évben. Ugye az a eldöntött dolog, hogy az átmeneti szállót, mint műfajt a kormányzat meg akarja szüntetni, és ki akarja vezetni a rendszerből. Most ugye a logika az, hogy az átmeneti szállás nyújtó intézmények azok azzal a veszéllyel járnak, hogy kialakítanak egy intézményi függőséget.
és ezt akarják ezzel a törvénnyel megszüntetni, ami azt jelenti, hogy már ebben az évben mondjuk nekünk az átmeneti szállunk 40 férőhelyen működtetjük az átmeneti szállót, ebben az évben már ki kell külső férőhelyre szervezni valamennyi embert, ahol alacsonyabb szintű szociális ellátást kap, és a lakhatását kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a 30-ból van 40 kapacitásunk, ebből 10-et kiszervezünk külső férőhelyre, marad bent 30, azokat ugyanúgy ellátjuk, és a külső férőhelyre a törvény szerint a 10-re mondjuk az előzőhöz képest fél normatívát biztosít. Indokolt lehet ez a gondolkodás egyébként, hogy a nagy intézményrendszereket fokozatosan nem is megszünteti, de átalakítani, tehát hogy e felé menjen az ellátás? Azt gondolom, hogy igen. Tehát a maga a cél, ugye ez egy nagy, nem csak Magyarországon, ez egy európai léptékű vita, hogy hogy segítünk jobban, ha először intézményi keretek közé hozzuk, és onnan visszük föl, vagy a másik út, hogy rögtön, ahogy valaki bejut a rendszerbe, már rögtön kivisszük, hogy az intézmény függőségét megakadályozzuk. Most mind a kettő mellett nagyon komoly érvek szólnak, és ez az európai hajléktalanellátó szakmai fórumokon is erről nagy vita van, meg az Unióban is erről nagy viták vannak. A magyar szociális kormányzat most afelé tett lépést, hogy csökkentse azt, hogy akik bekerülnek, azokat minél hamarabb vigye ki a rendszerből. Na most ez a cél, ez jó, csak a megvalósítással lesznek problémák. Hol lakhatnának ön szerint ezek az emberek? Hol lenne erre lehetőség, hogy ők életvitelszerűen lakjanak valahol, tudják fedezni a saját lakhatásukat, rezsiköltségeiket, el tudjanak helyezkedni, dolgozni tudjanak? Albérletben és különböző ilyen körülmények között, csak ugye az a probléma, hogy akik ide jönnek, azok vagy kapnak szociális, tehát valamennyi minimális jövedelme az átmeneti szállásokon is van, kap szociális segélyt, vagy közfoglalkoztatásban egy minimum összeget. Na, tehát ebből az összegből egy bérleményt nem tud valaki fenntartani, és még plusz meg is élni. Tehát, hogy eleve ez fölvet egy csomó problémát, hogy azok, akik jönnek, azok hogy fogják tudni ezt finanszírozni. Én szerencsésnek tartanám egyébként összekapcsolni a lakhatás miatt éppen, hogy a települési önkormányzatoknak a szociális bérlakás programját, mert ezek tipikusan olyan esetek, amikor valaki egy baleset miatt, egy szociális baleset miatt elveszti a lakhatását, és akkor normál ember is, hát mennyit kell ma Magyarországon gürcölni, hogy valaki egy lakást tudjon venni, meg azt fönn is tudja tartani. Hát emberek két-három szintű állást vért verítékkel dolgoznak. Mi lehetne egyébként ennek az integrációs vagy reintegrációs törekvésnek az első lépése, csak röviden lelkészigazgató ön szerint? Én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos, hogy ezeket az embereket folyamatos, tehát egy felszálló pályát kell fokozatosan fölépíteni, hogy alkalmassá kell őket tenni újra mentálisan is sokszor, egy sok után az önálló életvitelre, hogy tanuljanak meg bánni a pénzzel, amit egyébként nagyon sokan nem tudnak, és ezért kerülnek adott esetben ilyen helyzetbe. Vannak erre nyugat-európai, mondjuk nekünk német kapcsolataink vannak jó példák, ahol kifejezetten egy szakmai tím, orvosok, pszichológusok, életmód, vagy gazdasági szakemberek, lelkészek közösen segítenek egy-egy embert, vagy egy családot arra, hogy újra egy ilyen rehabilitációs programnak a keretében újra alkalmassá váljanak az úgynevezett normál életre. Ez azt gondolom, hogy ebből a rendszerből pillanatnyilag hiányzik. Tovább fogjuk ezt beszélni. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget.